Az, hogy a kenuzást választottam, nagyban befolyásolta az a tény, hogy egyéni sportág. Én egyedül tudom megmutatni, hogy mire vagyok képes, és nem függök senki mástól. Ugyanígy, ha kudarc ér, csak is magamat hibáztathatom. Egyesben sokkal keményebb dolog odaállni. Egyre többször jut eszembe, hogy kisajtolom a szervezetemet, hogy már nem esik jól. Egy kicsit már elfáradtam, és érzem, hogy az erőm már nem a régi. Köszönettel tartozom Tóth Istvánnak, aki a Tompa utcai általános iskolában eltöltött 8 esztendő alatt végig a testnevelő tanárom volt. 1981-ben ő vitt le először egy igazi kajakkenu telepre, a budapesti Spartakusz sporttelepére, és ezzel egy örök szerelemnek a lehetőségét teremtette meg. A budafokiak oda jártak le, tisztviselők, a csónakházban, teniszpálya is volt, horgásztelep, ott a gyerekek nagyon érezték magukat. Bezárt az iskola, és ezek a gyerekek ott voltak egész nap. És tényleg az volt, hogy ilyen 10-es kenu volt, az volt az első élményük. Csináltak egy kört, és hát ő ott ragadt. És akkor fene gondolta, hogy ebből lesz majd valaki. Ő volt talán a legkisebb gyerek. Egyszer egy kollega kikerült Dániába. Azt mondták, hogy akkor ő egy osztály, a legjobb tanuló, az a legjobb futbolista. Mert az karba tartja az osztályt. Na hát a Gyuri az ilyen volt. Tehát az a csapat, amiben ott terepeltek, ők egy külön falka voltak, hogy mentek edzésre. A vízpartnál jobb kikapcsolódás nem kell. Számomra nem volt kérdés, hogy a kajak és a kenu közül melyiket választom. A kenuval sokkal jobb túrázni, már csak azért is, mert egy 7-es vagy 10-es kenuban hamar kialakult a csapat szellem, és közben jókat lehetett hülyéskedni is. Túrázgattunk, szalonnát sütöttünk, mentünk ide-oda. Így szeretette meg velünk a sportágat a nevelőedzőnk, Nótárius József. Arról nem is beszélve, hogy a kenuzáshoz szükséges fizikai munka jó alapot ad az életben bármihez. Volt egy nagyon jó nevelőedzőnk, aki nagyon sokat elvitt minket túrázni. Ez volt az az időszak végül is, ami annyira megszerettette velünk ezt az egész sportot, hogy nagyon sokan ott maradtunk abban a csapatban. Gyuri egy 9 éves, szőkehajú, ártatlan, csendes, szófogadó fiú volt, borzasztóan akart kenuzni, és azzal emelkedett ki a társai közül, hogy szinte minden egyes edzésen részt vett, és hatalmas akaratevő csinálta azokat a dolgokat, amiket én kértem tőlük. Minden szombat reggel gyülekeztünk a vízitelepen, akár fújt, akár esett, akár hideg volt, akár meleg. Gyülekeztünk, összeraktuk a hajókat, és akkor elmentünk egy ilyen hosszabb, egy ilyen 20 kilométer körüli túrára, ami egy ilyen kis fiúként, hát gyakorlatilag az meg ugye nagyon nagy távolság volt, és megálltunk a Háros szigetnél, ott kiszálltunk az edzővel, tüzet raktunk, szalonnát sütöttünk, nem tudom, egymást kergettük bele a csalámba, vízbe. Így lehet a legjobban a gyerekeket megtartani, játszva megtanítani mindenre, hogy jól képzett versenyző legyen, egyesbe, párosba, négyesbe, hetesbe mindenki profi legyen, és mindenki biztonságban érezze magát. Ugye természetesen a hajózás szépségeit végigéljük, és a hegyektől kezdve a csodálatos kanyarokat, homokos partot, kavicsos partot, minden gyakorlatilag, ami a Dunán létezik, végigcsináljuk. Én nem voltam az a korán érő típus. Sokáig nem történt semmi, aztán megnyertem a serdülő magyar bajnokságot. Akkor azt mondtam a nővéremnek, Erikának, hogy meg kellene jegyeznem ezt a dátumot, mert lehet, hogy ez pályafutásom csúcspontja. A tesóm azonban biztatott, hogy azért még biztos nyerek egy-két versenyt. Szerencsére a kellő időben azért jöttek az eredmények. Az első igazi visszajelzést 1987. szeptemberében kaptam, amikor Ludasi Robihoz kerültem. Büszke voltam rá, hogy én kellettem neki. Nagyon akaratos, ügyes srác volt, jó technikával kenuzott, és tényleg azt lehet mondani, hogy minden a kenuzás volt. Más sportágbeliekkel együtt ugye tartottunk az iskolában egy ilyen élménybe számolott, és sor került arra, hogy kinek ki volt a korábban a ideálja, a példaképe, és akkor mindenki elmondta magáit, én is mondtam neveket, és akkor
Gyuri elszólta magát, hogy gyerekkorában, amikor kis kenus, kezdő kenus volt, akkor én voltam a példaképe. És akkor ez bizonyotta, megállt a kis gombóc a torkomba. 1990-ben figyeltem fel rá, hogy itt azért természetesen mindig hallani, hogy az ifjú titánok törnek fel. És 1990-ben láttam egy ifi válogató versenyen, és botrányosan megvert mindenkit, és mondták, hogy itt nagyon nagy tehetség. Én nem attól mentem jól, mert erős voltam, vagy az állóképességem miatt, hanem azért, mert a mozgáskoordinációm különbözött a többiekétől, és ennek köszönhetően sokkal gazdaságosabban tudtam haladni. A technikája nagyon ügyesen kenuzott. Az volt, ami megfogott engem, amit gondoltam, hogy ez a kis srácból még jó kenus lehet. Természetesen az idővel azért a társai mellé nőtt, és hát az erősödés az meg fantasztikus volt. Az sokkal erősebb lett, mint a hasonló korú társai. Mint egy ilyen párduc megnyúlt az egész mozgása, mint egy ilyen nagy macska, olyan hosszúakat tudott húzni, hogy valami hihetetlen. Olyan szépen és tartotta a kenut, a lapátot, szinte repült a víz felett, mint egy ilyen nagy hattyú. Meg is lehetett különböztetni az ő evezését. Mi hát ugye ilyen stílus jegyek vannak mindannyiunkban, és hát szinte hihetetlenül gyors volt, elképesztően gyors volt ebben, még a régi kenuban is, hát még az újban. Az első éves felnőtt korában rögtön egy tájékoztató versenyt Szegeden megnyert, amit a Pál is, meg a Szabó Attila előtt. Hát tudod, hogy milyen méretűek ezek a két pasi, ilyen két ajtós szekrények, és a kóló ott az eredményhirdetés előtt közöttük állt, és akkor tényleg ilyen még akkor sokkal vékonyabb dongájú volt, mint később, és így nézett föl rájuk, hogy hova kerültem, kiket vertem meg. És ott kezdődött a igazából a felnőtt karrierje. Én 91-ben közelebb kerültem már hozzá, és volt egy verseny, ő nyert, lettem a második. És akkor még a szélre fogtuk, hogy azért vert meg, mert neki kedvező volt a szél, nekem meg nem. Az olimpiász utolsó évében a barcelonai olimpia előtt a Gyuri már a párizsi világbajnokságon négyesben negyedik helyezést ért el. Ez a negyedik helyezés a négyes kenuba, ez volt az ő debütációja. Aztán volt egy olyan szerencsés dolog, hogy rögtön onnan elutaztunk 91 világbajnokság után az előolimpiába, Barcelonába. És a Gyurit, a szakvezetés szerintem nagyon jó szemmel meglátta, hogy ki kell próbálni. Itt is, ott is, és az előolimpián ő ment már 1001-est. És remekül helytállt, nagyon gyönyörűen harmadik lett, szóval ott már azért több volt, mint sejthető volt a sportkarrierje sikeressége. Ez egy hallatlan nagy teljesítmény volt. Lehetett érzelni, hogy a Gyuriban nagyon sok van, de még ez nem ford ki, még ez csak egy olyan kis forratlan, kis nagyon értékes eredmény volt, amiből aztán később profitáltunk is. Kipróbáltuk mi a Gyurival így az olimpiai válogatók legvégén igazából ezt a dolgot, és betérdeltünk, hajóba mentünk, 2 kilométert eveztünk, tehát semmi összeszokás, semmi lábtámas sem volt, nagyon-nagyon rossz szél fújt lent a Dunavarsán edzőtáborba, és azt tudom, hogy hát 1000 közben olyan 500-at mentünk, amit általában úgy a legjobb formánkban is bárkivel nem tudtuk menni, tehát 1000 közben is. Hát aztán 1000-nek a végén egy annyira rendkívül idő született, hogy igazából belülről eldöntöttük szerintem már, hogy valószínűleg mi együtt megyünk, és utána együtt készültünk már az olimpiára. Már egyszer már Szeulban lemaradtunk az olimpiáról. Lehet, hogy
nem jól gondolkodtam, de tényleg az vezérelt engem, hogy ne essünk már megint abba a hibába, hogy mások miatt nem jutunk ki az olimpiára. És akkor összehoztuk ezt a párost, hogy a kóló a Párizsra ment. Párok, akik szétestek, azok nem vartak a falvédőre, sem az edzőiket, sem engem. De hát a nemzeti érdekek érvényesítése miatt ezt azért megcsináltuk. Ők indultak a 92-ben Barcelonába. Két számot, 1000 métert meg 500-at, 507-ek lettek 1000 méteren, 5-ek lettek. De jellemző a kóló maximalizmusára, hogy mikor hazajöttek az olimpiáról, és a Csepelből az egyik vezető kiment, a reptérre fogadta őket, őt is, és a kólót elsírta magát azért, és elnézést kért, hogy csak 5-ek lettek. Gyuri, ahogy leszálltunk a repülőről, leszálltunk a buszról, szegényként zokogott. És épp édesapám ment oda hozzá, és mondta neki, hogy leszelte még bajnok. Minden versenyre nagyon keményen készültem. Nem tettem különbséget verseny és verseny között. Ha így lett volna, akkor nem értem volna el azokat az eredményeket, amiket. Szerettem csinálni, erre tettem fel az életemet. Úgy éreztem, mintha lemaradnék valamiről, ha nem csinálom meg, vagy ha nem vagyok ott egy edzésen. Igaz, hogy 10-ből 9-et végig szenvedtem, télen pedig az összeset, de amikor már túl voltam rajta, szerettem. Ő mindent akart, és soha semmit nem adott fel. Tehát ő azt mondta, hogy ő, hogyha egyszer vízre teszi a hajót, akkor azt ő megcsinálja. És legyen az bármi, legyen az edzés, az verseny, vagy akármi, ő végig fog menni, ő meg fogja valósítani, ő beleteszi azt, ami benne van, és egy centit nem fog kihagyni. Én ugye mindig hátul voltam a koló előttem, és az nagyon, nagyon lelkesítő azt látni, hogy valaki, tehát az látszik, amikor az ember oda teszi magát, és elkezdi nyomni, és nem gondolkozik azon, hogy ha én most ilyen erősen húzok, akkor 5 méter múlva lehet, hogy kipukkanok, hanem gyakorlatilag a végén gondolkodás nélkül a maximumot ki tudja magából hozni. Ő volt az a személyiség szerintem, aki mindannyiunk közül a legkomolyabban gondolta. Még akkor is, hogyha mindenkinek az volt a célja, hogy akármilyen verseny, vagy a magyar bajnokság, vagy világbajnokság, vagy olimpiát nyerjen, tehát mindenkinek ez volt a cél, de azt nála tudni kellett, hogy a világbajnokság utáni következő napon már nem volt a telepen, és azzal kezdte, hogy mi lesz, hogyha most ezt a napot kihagyja, mert akkor nem lesz olyan jó fölkészülése a következő világbajnokságra. Még azért a többiek azért tudtak lazítani. Amíg a társai beszélgettünk, nem tudom, sok mindenről, neki mindig az járt a fejébe, hogy a következő résztávban a következő 3 percet hogyan tudja megnyomni a legjobban. Hogyha neki 10 darabot kellett végignyomnia, akkor ő azért 10-et végignyomott, de mondjuk legrosszabb esetben is 9-et, tehát ő mindig oda tette magát. Lementem majdnem, hogy 20 évvel később, mint amikor a párost eveztünk, és a koló szinte ugyanazt az edzést csinálta, ugyanúgy kiért edzés után húzockodott 10-et a nyújton, tehát mintha megállt volna az idő. Számomra ez nagyon érdekes volt, hogy ezt a monotonitást, ezt hogy bírta. Horváth Csaba azért jött Csepelre, hogy velem menjen párost. Én voltam akkor itthon a legjobb ifi. Passzolt a mozgásunk. Annak ellenére, hogy a többi versenyzőhöz képest mindketten alacsony termetűek voltunk, lassú csapással eveztünk. Éppen ez adta azt a lehetőséget, hogy abban a régi típusú kenuhajóban, amit szinte nekünk találtak ki, olyan optimális csapásszámmal tudtunk menni, amire az ellenfeleink nem voltak képesek. Junior versenyzőként tudtam azt, hogy a Gyulival tudtam, hogy fog tudni menni egy országos bajnoki páros versenyt, mert Csepelen Balos talán nem volt annyira erős. Tudtam azt, hogyha én azon az egy versenyen egy évben fog tudni velem evezni, akkor ott abból bármi lehet. Tehát én tisztában voltam ezzel, és én ezt a lehetőséget még ki akartam használni. Végül is hát egy nagyon jó páros lett, amire nem is mertem volna gondolni. 93-ban indultak be, úgyhogy a kóló 501-esben második volt, ugye mert az egyes
nem akarta feladni. 501-ben második volt a világbajnokságon, és rá egy ilyen 40-50 percre a C2 500 métert megnyerték a Gorvát Csabával. Az volt az első sikerünk, nekik is, nekem is, és ez hihetetlen. Ezt elmondani se lehet, hogy milyen érzés volt. Kilencvenötről is beszéljünk, ugye a Duisburgi ötarranyról, mert az párját vitkítja, azóta se volt ilyen, meg szerintem nem is lesz soha. Öt számból öt aranyat nyertek, úgyhogy ez fantasztikus volt. Van, mintha vezetnének a miénk most, még hármat, négyet kell húzni, vezetnek a magyarok, meg fogják kerni, 5 méter hátra, és a világbajnok a magyar hajó. Egy olyan érzés kerít ilyenkor hatalmába az embert, amikor elvesztem vele, amit szinte leírhatatlanul nehéz elmondani, és egy olyan lelki állapotot eredményezett ez a harmónia a hajóban, amit az ember az életében kevésszer mondhat el. Ezt csak a Gyurival együtt evezve éreztem, tapasztaltam meg. Jöttek, mentek, és állandóan győztek. Mire fölocsuttam, meg ők is, addigra már 5 világbajnokságot nyertek. Úgyhogy ez csúcsér volt. Tehát ezt előtte, de szerintem utána Canoe még nem produkált ilyet, hogy egy világbajnokságon belül 5 aranyat nyerjenek. Ez nagyon-nagyon volt. Az, hogy 200-on, 500-on, 1000-en, és a két csapathajóban 500-on, 200-on nyerjenek, hát ez hihetetlen volt. Atlantában reális esélyt láttam arra, hogy nyerni fogunk. Aztán, amikor 1000-en harmadikok lettünk, megijedtem, hogy ezek után mi lesz 500-on. És vajon mikor lesz nekem legközelebb esélyem arra, hogy olimpiát nyerjek? Az 500-as döntő utolsó métereim viszont már nem tudtam elhinni, hogy minket itt bárki legyőzhet, pedig nem vagyok bizalommal teli ember. Mindig bennem van a kétség, hogy bármikor megverhetnek. Egyszerre értünk be a többiekkel, de tudtam, hogy mi nyertünk. Hihetetlen volt. Emlékszem, 1000 méteren harmadikok lettek. A Kolo az egykedvűen vette tudomásul, hogy harmadikok. Mert ő, neki ugye már második olimpiája volt, hát és nem így úgy indultak neki, hogy harmadikok, hanem természetesen nyerni szerettek volna. Még aznap délután vagy este a szálláson beszéltem a Kolóval is, úgy az egész, hogy volt. Milyen érzései voltak, mi lehetett a probléma, mind lehet javítani. És hogy a beszélgetés végén volt egy mondat, amit engem is megnyugtatott. És így mondja, hogy de jó, hogy még holnap van egy számunk. És tudtam, hogy ez jót jelent. Másnap jött az 500 méter. Moldávokkal vívtak borzalmas erős versenyt, de olyat, hogy a végén 5000 másodperccel szerezték meg az olimpiai aranyat, de ebbe benne volt mindegy. Az 500 méter, ahogy fölevezünk, beállunk, beszélgetünk előtte még egy pár szót, ahogy melegítünk, amit beszélünk, ahogy odaérünk a cél elé, az a 100 méter, és utána az a közös együttlét, ezek nagyon-nagyon az ember emlékében így benne vannak. Sose felejtem el, nagyon kevés döntött el, hogy ki az első és ki a második. És hogy ők kapták, és hogy nekik adta ez az ég, vagy hogy fogalmazom, hogy, mert ezek hajszálok. És hogy tudni, hogy a másik ugyanolyan jó, mint én vagyok, csak most nekem dobott a sors egy fantasztikus tizedeket, plusz tizedeket, és azt mondta, hogy ő ezt tudja, és azt mondtam, ha ezt te tudod, akkor lesz még olimpiai győzelem, mert csak így lehet, ha ezt tudjuk. Centiméterekkel talán a miénk vannak elől, 2-3-at bele még, most egyet! Nem tudom, de talán ők nyertek. Jó! Nekem ő akkor került teljes mértékben képbe, amikor 96-ban megnyerték az olimpiát, és
Én akkor már elkezdtem kenúzni, és azt mondhattam magamról, hogy találtam egy ikont, találtam egy példát, akit érdemes követni, és akkor értettem meg igazából a célomat. És megértettem a sportágban rejlő szépségeket által. Akkor azt mondhattam, hogy ez az ember fog nekem segíteni abban, hogy én az legyek, aki szeretnék. Persze akkor még 13 évesen ez így nagyon merész kijelentés volt. 12-13 éves voltam, akkor úgy készültünk a versenyekre, hogy mi vagyunk a Kolonics-Horvát páros, ez mondjuk 97-98-ban volt, és akkor azt játszottuk, hogy minden versenyen, hogy én vagyok a Kolonics, hátul előttem ő meg a Horvát, és akkor úgy próbáltuk lemásolni az ő evezésüket. Volt, hogy elbíztam magam, onnan pedig nagyot lehet esni. Éppen ezért nem engedtem eluralkodni azt az érzést, hogy biztosan nyerek. Ha nem lett volna bennem félelem, máshogy álltam volna oda, szóval félnem kellett. A versenyző az mindig a győzelemért hajt, hiszen azért dolgozik, azért csinálja. Hogyha két versenyző az edzésen edz, akkor is győzni akar valamelyik, illetve mind a kettő, de csak valamelyiknek sikerül. De ő benne volt nyilván a kudarckerülés is talán fokozottabban, mint másokban. Ő nagyon a szívére tudta venni, hogyha nem úgy sikerült a dolog, és rögtön magában kereste a hibát, rögtön azt nézte, hogy vajon mit ronthatott el. A Koló, amennyire én megismertem, mindig is félt a versenyzéstől. Először azért félt, mert még nem nyert, hú, ki van itt, ki van ott, utána még annyit nyert, hogy elvárták tőle, akkor még már azért félt. Egyre hamarabb jött vissza az a feszült állapot, tehát feszültebb, ahogy nem kaphatok ki, tehát hamarabb kezdett készülni. Tehát a pszichét lehetett látni, hogy fokozatosan egyre hamarabb kezdi ugyanazt. Tehát nem elég 5 héttel vagy 3 héttel a verseny előtt kezdeni ezeket a rárakkoló nagyon-nagyon komoly koncentrációkat és odatevéseket, hanem már kezdi 6 héttel korábban, aztán 2 hónappal korábban, aztán 3-4 hónappal korábban. Tehát ahogy haladunk a korral előre, ez így működik nála. Olyan adódott, hogy valami nem sikerült neki a világbajnokságon, akkor egyből engem hívott, és magyarázkodott, hogy ez miért. Mert hogy tudta, hogy én reálisan látom, és el tudom fogadni, és mindig próbáltam nyugtatni, hogy hát neki az az egy személy itt a Canoe sportban, akinek szerintem soha semmit nem kell megmagyarázni. Én úgy hiszem, hogy neki kellett az elején valaki. Tehát kellett valaki, aki a Horváth Csaba volt, aki meg egy teljesen másfajta vonulatot képviselt. Tehát tele önbizalommal, odaállunk, megnyerjük, és menjünk. Párosokban is szuper volt, amit csinált, de ő nem volt rosszabb se a Dietmárnál, se az Opalennél sokkal. Ő benne azért tudta párosba jobban megvalósítani magát, mert ott volt egy plusztárs, aki levette ezeket a terheket róla, hogy egyedül kell, és egyedül kell megvalósítani. Sydneybe úgy utaztam, hogy ahol lehetett, ott pályacsúcsot mentem. Ugyanúgy voltam vele, mint Atlantában, hogyha most nem tudok maradandót alkotni, akkor fölösleges csinálnom, mert ennél jobb már nem leszek. De be kell vallanom, izgatott az, hogyha Andreas Dietmárnak sikerült a páros után egyesben is a csúcsra érni, vajon én is meg tudom-e csinálni? Sydneybe úgy emlékszem, talán én vittem ki, vagy egy nappal találkoztunk a reptéren, és úgy ment ki, hogy ugye az Opálev az nyert 3-at, hogy hú, hát az Opálev az egy másik dimenzió, azt és mondom, Koló, figyelj, akkor ki se viszlek, akkor itt maradunk. Tehát, hogyha ezt te így gondolod, odamész, és megcsinálod. Tehát ő tényleg bizonytalan volt magában, sose volt biztos magában, és talán ez a bizonytalanság hajtott előre. Ezen az olimpián ő teljes szívéből párost akart indulni, mert hogy ott jobb eredményt lehet elérni. És még 2-3 nappal, még szerintem a döntő előtti napon is bejött a szobámba, és elkezdett azon aggódni, hogy úristen, mi lesz itt, a sumákék sokkal jobb eredményt fognak elérni,
akkor mi lesz, akkor ő nem tud nyerni, mert ilyen meg olyan, tehát az szokásos aggodalma. Kimentünk már 7 órakor, ugye, mert 11 óráig hivatalosan be kellett volna fejezni az 500-as döntőket. 3 órakor indították el a másodszor, vagy harmadszorra szerintem a döntőket. És hát azt a lelki állapotot, azt a helyzetet kezelni, az le a kalappal a versenyzők, meg Holó is. Hát kétszer raktam vízre, hogy, és ilyen vízen, hát ha ilyen víz volt Csepelen, hát akkor a víz közelébe sem mentünk, mert ő nem volt hajlandó ilyen vízen kerülni. Gyurikám, 20 méter sincs hátra! Gyuri vezet, és már fél hajó hossz az előnye! Meg tudja nyerni! Higgyék el, ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok! Na hát, ez az! Lehet, hogy azért nyert, mert szél volt, de csak azért, mert levette a válláról azt a felelősséget, hogy nem tudott foglalkozni azzal, hogy az opalev az jobb nála. Szerencsére nagyon jól megoldotta és győzött, és hát ez egy edzőnek ez a életében a legnagyobb dolog, ugye, hogy egyesbe, párosba nyert a versenyzője. A világon azt hiszem 4 vagy 5 kenust csinálta meg. Akkoriban azt hiszem ő volt a negyedik, aki az egyesbe is tudott olimpiát nyerni, meg párosba is. Szerintem ott volt egyedül felhőtlenül boldog ezzel a győzelmével, mert akkor meg tudta csinálni azt, ami igazából valójában benne volt. Ő a legsikeresebb átlagembernek a típusa. Azért átlagember, mert én azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak a világon, akik annyira szeretik a szüleiket, akik a jó viszonyban vannak a sporttársaikkal, a barátaikkal, mint ahogy a Kolonics Gyuri volt. Tehát ő azt testesítette meg, azt a teljesen normális emberi ideát tulajdonképpen, amit hétköznapokban nem nagyon veszünk észre, de ha valaki kiemelkedik az eredményei kapcsán, valakiből sztár lesz, és megőrzi mindazt, ami az ő alapvető humánuma, akkor ez rögtön feltűnővé is válik természetesen. Rajta kívül senkit nem láttam, inkább úgy mondom, aki minden vasonatra megy, mert az átlagember, vagyis nem az átlag, a többi, a kolon kívül mindenki más, az szombaton örül, hogy letelti a lapát a 11-kor, és végre másfél napra elfelejti a kenuzást, hogy nem kell erősíteni, nem kell futnia, nem kell dolgoznia, úgymond. Neki ez nem a munkája volt, hanem ez az élete, ezt élvezte, és ő vasárnap nem tudott mit csinálni, reggel fölkelt, ezt nem ment hudozkodni, mert ez neki belülről jött. Nekem a Canoe nem csak edzéseket meg versenyeket jelentett, hanem életvitelt is. Napi mozgást, a természet közelségét is, egy nagyon jó barátokkal teli közeget Csepelen. És azt is nagyon szerettem, hogy mérhető volt, amit csinálok. Ha jó időt mentem edzésen, egész nap jó kedvem volt, de ez sajnos a fordítottjára is igaz volt. Egy olyan emberrel készülni, aki a tehetsége mellett ilyen hihetetlen alázattal, szorgalommal és céltudatossággal készül, nagyon könnyű helyzetben voltunk mi 11 néhányan mellette. Mert egyszerűen nem kellett nap mint nap edzésről edzésre azon aggódnunk, hogy vajon amit csinálunk az jó-e. Mert amikor vele készültél egy versenyre, akkor te egészen biztos voltál abban, hogy az, amit csinálsz, az jó. Soha nem láttam még embert ennyivel edzés előtt lejönni, tehát amikor kezdődött az edzés, mondjuk 3-kor, ő már, mit tudom, 4:30, 2:30-kor már elkezdte. Tehát ő tudatosan készült az edzésre. Most egy verseny, az természetes, már arra logikus, hogy akkor ott tényleg van 1-2 órával az ember. Figyel, oda teszi magát, lejátsza magába, hogy fog lezajlani. De ő minden edzés előtt lejött, és nyújtott. Tehát már akkor az izmait előkészítette arra a terhelésre, ami valószínűleg várható volt neki. Nagyon precízen, ilyen aprólékosan készült, meg volt a maga rituália, amit, hogy a felszerelését, hogy készítette elő. Hát ugye volt ez a lapát fogolja, csak egy példát említsek, akkor nem akármilyen tűrűközöt kellett venni ahhoz, és azt nem tudom hány négybe fölvágta, mert így a kezére tekerte, és úgy rakta rá ezt a lapát fogolt. Tehát a tűrűközöt is szerintem az anyukájának kellett kiválasztani, akkor ezt a lapát fogolra is volt egy ember, aki ez mindig vitte, ha problémája volt, úgyhogy tényleg nagyon precíz volt. Ő mindig többet is többet akart, mert ő úgy érezte, hogy ő szerette ezt a sportot, és szeretett benne lenni, mert otthon érezte magát ebbe az egészbe, és ő,
ő amikor lement Csepelre edzeni, akkor ő teljesen más személy volt. Ő a vizek ura volt. Tehát ez látszódott rajta, és ő neki ez volt az otthon. Kozman Gyuri égett a bizonyítási vágytól, neki ez elég nagy lehetőség volt. És én is úgy éreztem egyébként, hogy nagyon jó egységet alkotunk. Nem volt kérdés szerintem, hogy kinek kell dominálni, ugye kor és eredmények alapján. Nem dirigáltam, de nekem több meglátásom volt. Például többet magyaráztam be melegítésnél. Szóval nem alakult ki közöttünk hierarchikus rend, de azért én voltam a főnök. Különböző személyiségek voltunk. Koló egy nagyon sarkos, egy maximalista, önmagával és a környezetével egyetemben a maximumot várta el saját magától, környezetétől, így aztán tőlem is. Ez az első időszakban, az első években nagyon nagy konfliktusokat eredményezett. Nyilván én igyekeztem alkalmazkodni, meghagyni csak azokat az ilyen tulajdonságaimat, vagy ilyen lazaságokat, amikhez ragaszkodtam, hogy ezek tényleg az én épülésemhez kellenek. Mert volt egy ilyen mondásom, hogy aki nem tud ellazulni, az nem tud megfeszülni. Ezt Koló elfogadta tőlem. És azon jött utána a vita, hogy ez a lazulás, ez most mit tartalmazhat? Hogy mi fér bele? Akkor döntött el, hogy most megint vissza az egyesből, talán a páros felé. És nehezen választott társat, tehát ez logikus. És ebbe is kellett segíteni, akkor nagyon-nagyon jó volt megint, hogy ezeket végig tudtuk beszélni, hogy a Gyuri mennyire ideális partnere lesz. Húró Mártának köszönhetően egyébként nagyon tudatosan élhettem meg ezeket a pillanatokat, és ezért örökké hálás leszek neki. Kolóval egy hajóban térdelni már ilyen tudatos élmény volt számomra az életemben. Nagyban segítettek abban, hogy Kolóval ezeket az éveket tényleg sikernek, boldogságnak éljük meg. Nagy ajándék volt számomra, hogy ott lehettem a témban. Ugyan, amikor előtte megnyertük az EB-t, azt hittem jobban megy majd az olimpián, de az előfutamok után már éreztem, hogy ez nem a mi versenyünk lesz. De azért nem volt hiányérzetem, mert az a bronz nagyon jól esett. Önmagához képest akart mindig maximumot nyújtani, azt láttam rajta. Ő tudott örülni egy olimpiai bronzéremnek is 2004-ben, amikor már volt két olimpiai bajnoki címe, és ez egy nagyon nagy erény szerintem, hogy egy ilyen eredményt is ilyen nagyon nagyot tudott értékelni, és azt a Kozman Gyuri mondta, hogy őszinte látta rajta, hogy mennyire örült ennek a bronznak, és ő is meglepődött rajta, hogy a Koló tényleg most egy bronznak, úgymond csak egy bronznak örül, és őszintén boldogan tért haza arra az olimpiáról, tényleg, hogy elégedettem. A legjobb az volt, amikor az athéni olimpiáján a középfutam után odajött, és azt jó hátba veregetett, és mondta, hogy tudod ám, hogy kit vertél meg? Nem. Hát a doktor, de mondom, a doktor lefinisett. Nem baj, majd megvered a döntőben. Tehát, hogy így nagyon vicces volt a sztori, mert így volt egy ilyen benézés, de nagyot akart mondani, és utána mondtam, hogy itt mutatkozik meg az, hogy tényleg egy igazi sportoló volt. Tehát tudta értékelni azt, hogyha hibázott, és azt mondta, hogy jó, nem baj, majd a döntőben. És aztán igaza lehet, mert a döntőben végül is én finiseltem le őt, szóval kellett hozzá az ő biztatása, azt gondolom, nagyon. Agyonveri a mezőnyt 1000 méteren egy világbajnoki döntőben, egy hajó hosszal, de van az kettő is, megverik a mezőnyt, a kanadaiak a másodikak. Felnőttem Koló mellé, ez érezhető volt, és mint ember, mint barát, mint sporttárs, ezt óriási dolognak éltem meg, hogy már egy szinten vagyunk emberként, és aztán nyilván az utolsó években gyönyörű szép eredményeket elértünk, nyilván Kolónál ez nagyot nyomott így a mérlegbe. Nem sok embernek adatott meg, hogy különböző párral is sikereket érjen el. Nekem világbajnokságot már sikerült így nyernem, de az olimpia, az volt a nagy álmom. Egyébként az egyik legnagyobb drukkerünk Horváth Csaba Indián volt. Mindig hívott vagy SMS-t küldött, ha valami szép eredményt értünk el. Duisburgban, amikor 500 méteren nyertek, és akkor hallgatom a esti híreket, a
Kossuth rádión, fölhívnak telefonon. Együtt ültek a szobába, hárman, Robi, két Gyuri. Előző nap volt egy kicsit kudarcos 1000 méter, és onnan kellett ugye fölállni úgymond a csapatnak, Kolóéknak, és hát gyönyörű szépen fölálltak és megnyerték a versenyt. És hát erről beszélgettünk. Hasonlóan, ahogy mi is annak idején Atlantába, az olimpián, ugye egy harmadik hely után egy kicsikét föl kellett rázni a kis csapatunkat a Robinak. Hasonlóképpen zajlott ott is a felkészítés az ezres nap után követően, és ezt megosztották velem az 500-ok után. Hát nagy boldogság volt. Tizennégy éves korom óta dolgoztam Ludasi Róberttel. Nagyon sokat köszönhetek neki. Minden sikert közösen értünk el. Nem volt könnyű dolga velem, éppen ezért még inkább hálás vagyok neki az együtt töltött évekért és a belém fektetett munkájáért. 22 év az hosszú idő. Valahogy nem tudtunk alkalmazkodni egymáshoz. Valahogy, nem tudom, szükségünk volt egymásra. Talán egy éve lehetett nálam, és ilyen 9:30-kor csörög a telefon, fölveszem, és a nővére volt. Robi a kóló, lázas, rosszul van, mit csináljunk? Tőlem kérdezi, gondoltam, mit csináljunk. Csúgott a feleségem, mond neki, hogy üljön be a kádba, ilyen hideg vízbe, vagy langyos vízbe, meg hogy mit vegyem be, meg mit igyon. És akkor jó, letettük a telefont, akkor félre van megint. Nővére, Robi, ide tudsz jönni, mert a kóla szeretné oda menni. Na, de akkor fölöltöztem, mentem, elvillamosoztam. Megyek hozzájuk, beül a kádba, de már vigyorog. És akkor leültem mellé a kádba. Nem tudtam semmit mondani, nem kellett semmit mondani. Ott voltam fél órát. És ott úgy megnyugodott. Én meg hazaértem 11-re, a nejem majdnem kirúgott. Tudtam, milyen hülye vagy, hogy ez egy 10 órakor elmész egy versenyzői. Gondolom, a kóró ilyen. Mindig beteg lett, pont ezt szerintem magában magyarázta bele ezeket a dolgokat. Ugye mérte a lázát a 71-esen, hogy úristen, neki 37-2 a hőemelkedése, és akkor volt rá példa, hogy elvettem tőle a lázmérőt, és megmértem, te figyelj, mindenkinek annyi edzés után alá, mert fölmegy, és akkor nekem 37-5, akkor adjuk körbe, és akkor mindenkinek magasabb volt, mint. Ezzel próbáltuk őt kicsit lazábbá vetteni, de hát aztán másnap kezdődött ez előről. Ahogy öregszik, egyre több ilyen derigolyája volt, szóval egyre több dolog volt, amit ő tartott, tehát és ezért duplán bebiztosította magát a felszerelésen, meg egyéb dolgokkal, és persze természetesen volt egy hajópakolás, akkor rám szólt, hogy Robi, ezt nézd meg, még meg le kell kötni, meg a másik hajót is rak föl, ami ugye nem kellett, és emlékszem, nem szóltunk neki, a Kozma Gyuri, vagy csak egymásra néztünk, mosolyogtunk egyet, és akkor jó van, Gyuri, mondja csak. Nem szerette a fényt. Mindent le kellett sötétíteni. Ha edzőtáborban voltunk, és este volt, akkor ugye a tévének a ledjét is leragasztottuk, tehát tényleg erre nagyon allergiás volt, de vicces volt, azt kell, hogy mondjam vele. Volt, hogy edzőtáborban gyerek, tehát amikor átkerültem 17 évesen, már összekerültem vele egy szobába, alig mertem lélegezni, hogy ne tudjon elaludni, vagy úristen, mi lesz a szuszogok, vagy bármi. Floridában egy apartmanban laktunk, 60, ha jól emlékszem, edzőtábor volt. A házunk mögött volt egy szivattyú, ami természetesen mindig éjszaka bekapcsolt. És őt ez nem volt hangos egyáltalán, tehát még azt mondom, hogy talán egy normális hétköznapi embert még álomba is ringatott volna, de ő zavarta természetesen, és utána napokig kereste a megoldást, hogy ezt hogy tudná, és végül úgy döntött, hogy a gardróbban alszik. A gardróbban nem hallotta már.
annak ellenére, hogy füldugóval aludt. Olyan 3 évig jártunk oda a Dagi étterembe, ahol szerintem, ha kétszer evett mást, mint amit szokott, a bakonyi szó, tehát rántott csirke mellett bakonyi szószal, ezt tette minden nap. Víz mindig volt nála, hogy amit inni, de viszont ha szemről tévesztette, akkor ott. Tehát bárki bármit belerakott, mint ilyen. Minden edzés előtt nagyon sokszor elment WC-re. És szóval legalább 5-ször, és nem pisilni ment. Az az érdekesebb, hogy mindig ugyanolyan hosszú WC-papírt is tépett le. Ezt most úgy képzelték, hogy mindig a válláig tartotta, letekerte a földig, és ott letépte, és úgy ment a WC-re. Frigójáin lehetett rögni, mert meg volt neki a maga rituáléja, hogy száll vízre, hogy kötözi fel a lapátfogóját. Minden ilyen apróság. Kiröhögheted, de az edzésen, amikor a vizen voltunk, akkor azt csinált veled, amit akart, úgy idézőjelben. Hiszen volt olyan résztáv, még talán 10 másodperc volt hátra, előtte voltam, nem tudom, másfél hajóval, egymás mellett voltunk. Mondom, az életben nem fog már utolérni. És meg csak azt hallottam, hogy csapását, ahogy vizet fog, dün, és így jött, és elment mellettem. Mondom, hogy? Tehát ezt hogy? És akkor így hátra néz, az röhög. Nagyon hosszú tud lenni egyesben az 1000 méter. Számomra lelki terrorral ért fel. Nem lehet megszokni azt a fájdalmat, amit egy 1000 méter jelent. Már a rajtnál azzal nyugtatjuk magunkat, hogy azért edzettünk 20 évet, hogy ne fájjon. Aki keményebb, aki tovább bírja, az nyer. Azért a finishben néha elátkoztam az állhatatosságomat, amikor az oxigénhiány miatt a túlélésért küzdöttem. Egyszer leírta nekem, hogy mit érez 1000 méteren. Mindegy, hogy egyesbe vagy párosba. Hogy milyen hatások érik egy magasan szinten edzett versenyzőt, aki világklasszis, mit érez, mikor fáj. Pontosan leírta, hogy a rajt után 3-400 méterrel jön az első holdpont, agónia zóna. Az agónia az orvosi szótárban az egy végső állapotot jelent, mikor agonikus állapotba kerül valaki, mert olyan stressz hatás éri, egészségileg, fizikailag, hogy nem bírja elviselni. De a jó edzett versenyző tudja, hogy ezen át lehet menni, és át is kell menni, mert ha ott megáll, akkor visszamarad. És 600 méternél megismétlődik. Még jobban fáj, de tudja, hogy ezen is át lehet menni. Olyan pontosan leírta, hogy egy disszertációnak is be lehetett volna adni, hogy milyen érzése van egy versenyzőnek bent, amit egy kívülálló nem tud. Én nem láttam a parttól azt, hogy mikor végighajtott egy pályát, hogy most fájdalmai lennének, vagy mert csak ugye utána, amikor kijött, akkor ezt megbeszéltük. Hát nem meg velem, tehát úgy a többiekkel mondta, hogy hát igen, ez most nagyon fájt, már azért egyre nehezebb ez, az 1000 méterektől már egyre jobban óvakodott, mert ugye hát ez ugyanaz jóval hosszabb, és hát hosszabb ideig fáj. 30-on túl már később tudtam elérni a fizikai maximumot, pedig ugyanannyit edzettem, mint korábban. Lelkileg meg ugyanakkor sokkal jobban oda tudtam koncentrálni, ha egy darab feladat volt előttem. Vagy 2, esetleg 3. Ha éppen a maximumot kellett hozni, akkor azt kevesebbszer tudtam hozni egy évben, de magasabb szinten. Ez mondjuk lehet, hogy nem volt igaz, csak én próbáltam magamnak bemesélni, hogy valami pozitívumot is lássak az öregedésben. Tőle kérdeztem talán 98-ba vagy 99-be, igen, már akkor egy olimpia nyer, és készültünk Sydney-re. És hogy meddig szeretné csinálni ezt. Akkor ő azt mondta, hogy Athénig szeretne. És akkor mondom, Atén még hány év? Hány éves leszel? Ült velem szembe, és akkor azt mondta, hogy 32 leszek. És akkor mondom, az sok vagy kevés nálatok, a ti sportágatoknál. És akkor azt mondta, hogy nem olyan sok az, mert még vannak 35-36 éves versenyzők is. Szeretek kenúzni, eredményeim is vannak. Akkor miért hagynám abba? Nem könnyű elengedni valamit, ami ennyire hozzám nőtt. Szerintem az egyik fele abba akarta hagyni, a másik fele meg nem akarta, és ez a kettő csatázott egymással. Ő félt attól, hogy mi lesz, ha abba fogja hagyni, hogy tudott kiemelkedőt alkotni. Nagyon sok sikeres ember van az üzleti szférában bárhol, de azok is csak úgy tudnak sikeresek lenni, ha szeretik, amit csinálnak.
És a Koló ezt szerette igazából, azért nem is bírta abba hagyni. Mert ő azt mondta, hogy... Tehát mondta nekem, emlékszem, hogy... Hogy mit csináljak még? Tavasszal találkoztunk, és mondta, hogy már gyakorlatilag vágja a centit. Tehát már gyakorlatilag nem esik jól neki a kenuzás. Tehát úgy érzi, hogy most már be fogja fejezni. Tehát, hogy már nem úgy regenerálódik. Nem úgy tud pihenni. Az élsportoló az mindig a piros zónában van. Tehát az edzések nagy részében, ugye, ha jól csinálja az edzéseket. Tehát most hát a piros zónában ott mindenki rosszul van. Kétszer is előfordult, hogy így elájult. Kétszer, amiről én tudok, már végeztünk az edzéssel, és akkor odaszólt, hogy Robi, gyere ide. És akkor ott van, hogy gyere, mert a Gyuri rosszul van. Lassan oda mentem melléjük, de akkor már addigra már nem tudta tartani magát, és beesett a vízbe. De beesett a vízbe, és avval lendülette, hogy kijött a vízből, szinte magához tért. És akkor mondta is, hogy de öreg vagyok már. Ő szerintem akkor megijedt nyilván, de ő ezt elnyomhatta, mert ő nyugtatott engem, hogy én ne izguljak egy cseppet sem, itt a víz a kezébe, ő minden orvosi vizsgálatot végigcsinált, hogy a meleg nyári nap miatt volt az egész, és hogy nem ivott elég folyadékot, és nem reggelizett. Tehát próbálta el saját magát is elaltatni ilyen téren tudat alatt. De ez a tudat alattink, tehát amikor nem akarjuk hallgatni a legbelső hangokat, szól az a hang, szól, de nem figyelünk rá. Ő úgy gondolta ezt az egészet, hogy ő mindent meg tud valósítani, és ezt bírja, és ezt akarja, és azt gondolom, hogy néha kevesebbet figyelt saját magára. Néha kevesebbet figyelt úgy saját magára, hogy azt mondja, hogy akkor itt elég volt. Én nem vettem komolyan, nem megmondom őszintén. Tehát azt mondom, biztos ütött a nap, megszédült, beleesett a vízbe. És a Koló azért mindig egy panaszkodós típus volt, tehát... De hát komolyabban kellett volna menni, sajnos, de hát főleg az orvosoknak is komolyabban kellett volna menni, lehetséges. Csak én azt mondta, igen, volt két orvosnál is. Úgyhogy valamit észre kellett volna venni, amit talán nem vettek észre. És akkor azt kellett volna mondani Gyurinak, Gyuri, hagyd abba, mert az életeddel játszol. A világ az mindig így volt, Csepelen, kert, csütörtök pálya. Robival megbeszéltük, hogy a jövőben bármikor könyörgünk neki, hogy csak egyet menjünk, ne engedjen, mert kell a felkészülés. És ezt megbeszéltük Robival, ő pedig kőkeményen ezt ugye betartotta, hogy nem alkudozhatunk el. És ez a keddi nap, ez pont egy ilyen volt, meg volt az egyik pálya, 1000 méter a hosszabbik, és elkezdtünk ott a parton Robival alkudozni. És akkor Robi, ahogy kell, kikiabált, hogy nem, már nincs alkudozás, megyünk tovább. Felmentünk 500 méterre, aminek a végén máshogy alakult a dolog. Amikor beérkeztünk, utána pár métert még lendületből csúszott a hajunk, és akkor láttam Kolón, hogy baj van. Tudom, én mindig csak annyit mondtam, hogy talán egyet többet húzott a kelleténél. Pont egy szponzornál voltam, ahol aláírtam egy szerződést nekik. És őt hívtam először, persze nem vette föl, utána a Gyurit hívtam, ő se vette föl. És aztán visszahívott a Gyuri, és ugye közölte velem ezt a tényt, én azt hittem először, ez egy vicc. Ez a sorstól ez akkora mélyütés volt, hogy... padlóra kerültünk, vagy kerültem. Abból még nem tudtam felállni. Még mindig számolnak rám. A vízitelep alatt minden megváltozott.
akkor. De ez egy olyan óriási űr, hogy mindig, hát eleve mindig eszünkbe jut ott a stég, ott van az a hatalmas kép. És ez egy kicsit úgy szülyeség megnyugtat, hogy tudod, hogy van, tehát hogy ott van velünk. Valószínűleg megelőzhető lett volna. Valószínűleg annak ellenére, hogy ennyire vizsgált önmagát, ennyire figyelt mindent, valami nem volt fölfedve benne, és ez kiderült a szívével kapcsolatban. Mondjuk, hogy mondjam, valószínűleg elvesztettünk volna egy olimpiai bajnokot, világbajnokot, ha ő önmagát nem gyötri annyira, mint amennyire gyötri, viszont megnyertünk volna egy egészségesen élő, boldog családapát, aki ott lett volna a vízparton, és ugyanúgy segítette volna a fiatalokat, mint az olimpiai bajnokságával. Edzésnapot vezettem, és a július 15-én azt írtam, hogy elvesztettem azt az embert, akit a legjobban tiszteltem ezen a földön. Elképzelhető, hogy az ember lelke választhat, hogy ő hogy akar innen eltávozni, és ha van ilyen, akkor azt gondolom, hogy a Koló lelke ezt választotta. Ő a csatamezőn hagyta el a földet a legszebb pillanatban. Amikor ez a tragédia megtörtént, és a temetésen ott álltunk, akkor Jókai soraiból idézve az jutott az eszembe, hogy nincs annál borzalmasabb, mint amikor szülő temeti gyermekét. Na most egy kicsit megtudjuk ezt, és a író talán nem, de ezt elérte, hogy az is borzalmas, amikor nemzet temeti bajnokát, edző a versenyzőjét, és a sporttársai a sporttársát. Úgy döntöttünk, hogy akkor a lapátját vigye magával a sírba, és hát törjük el, mert egy befejezett történet, egy befejezett élet van mögötte, és hát ezt a feladatot én végeztem el. Azt a recsenést hallani, az borzasztó. Hát igen, akkor azonosulunk azzal, hogy már nincs. És akkor így el kellett kezdeni újra dolgozni. Gondolod, de hogy hihetetlen nehéz volt. Én nem is tudom, hogy honnan jött az, hogy másnap már arról kellett beszélni, hogy indulunk-e az olimpiába, vagy nem. És beszéltem akkor Zoman Gyuri, hogy induljunk az olimpián. És akkor sírva fakadt, hogy nem, miért, nem akarok. És akkor, hogy kivel? Azt mondja, nem megy én senkivel. Hát mondom, én a kis Tamásra gondoltam. Sírtam egy másfél órát körülbelül otthon, 7-től fél 9-ig. 9-re lementem edzésre, bár nem tudom, hogy miért, mert ugye nem volt igazából edzés, vagy nem volt, ugye hát megállt az élet itt a Csepeli Kayakinú telepen. És a Robi nem volt, és mondta, hogy menjek, hajtsak egy 5 kilométert időre, ő nem mérje, menjek, és nyomjon magamtól. És nem is értettem, hogy most a Robi miért küld el hajtani, akkor még nekem meg se fordult a fejembe ilyesmi. Akkor fölhívtam a régi pszichológusunkat, mert a Kólóék még mindig jártak hozzá, ura Mártát, és mondom, Márta, ez a tervem, segíts ebbe, és beszélj a Kozma Gyurival. Első két nap igazából nem gondoltunk arra, hogy versenyzés, de mégis azt is tudtam, hogy 30 évesen, mert a Gyuri akkor volt 30, a Kozman Gyuri, hogy nem lehet így befejezni egy pályafutást. Ezt éreztem. Tudtam magamról, hogy nem vagyok döntésképes jelen pillanatban. Tehát, hogy olyat érzek, és olyan van bennem, hogy én most nem dönthetek, mert torz az ítélőképességem. Néhány beszélgetés után mindenféle ellenállás nélkül én megadtam magam nekik. Tehát nem lelki erő volt ebben, azt gondolom magam részéről, hanem egy ilyen elfogadás, hogy most ez van, ha ők így gondolják, akkor menni kell, és megyünk tovább. Ha csak a Robi kért volna meg, vagy ő döntél, akkor nem, hát mondtam volna, hogy akkor nem csináltam volna meg. Így éreztem, hogy ő is elmondta akkor a Robi is, hogy nem a Kolót kell helyettesíteni, hanem
hanem egy olyan párt szeretnének a Gyuri mellé, akivel meg tudja csinálni ezt a 4 hetet. Tudtuk azt, hogy Koló milyen véleménnyel volt Kis Tamásról. Nekünk ugyanaz volt a véleményünk, szerettük őt, tényleg egy nagyon alázatos vonatfügy volt, Robi ugye csak így hívta, mert nem volt egy kigyúrt izomzatta, egy nagy kenus, és ő ráesett a választásunk emberileg mindenféleképpen. Vasárnap én ugye lementem abba az 1 hónapban én is húzózkodni, és ez lehet, hogy furcsa ez, de mindegy. Húzózkodtam, ott teljesen üres volt a telep, és oda repült egy galamb. És akkor így figyelt engem, ahogy húzózkodok. És akkor teljesen meg voltam győződve erről, hogy ez biztos, hogy a Koló, és most figyel, hogy hát akkor dolgozok-e, vagy mit csinálok. És ez egy olyan jó érzés volt. Kolóval akartam felszállni a repülőre. 1 évvel korábban együtt mentünk ki Kínába az előolimpiára, együtt beszélgettünk, együtt röhögtünk, hogy majd hogy fogunk ekkor izgulni, hogy be leszünk tojva. És ezek a fölültem a repülőgépre, amikor mentünk 2008-ban Kínába, és ezek azonnal jöttek elő, tehát mardosták az embernek a lelkét ezek a pillanatok. Egy olyan érzelmi hullámvasúton ültünk 5 héten keresztül, és aztán utána is. De ez az 5 hét, ez egy akkora nyomás, egy akkora teher volt, ami bízom benne az életemben nem lesz több ilyen. Nagyon jól tudtunk együtt muzsikálni abban a döntőfutamban is. Annyira jó, hogy az első 500 méteren nekem nem is kellett annyira nyomnom, mint szoktam, mert annyira könnyedén ment a hajó, hogy mondom, én kicsit spórolok úgymond az erőmmel, mert nem kell most ebbe többet tennem, úgy éreztem, és így visszagondolva 21 évesen, aki még felnőtt világversenyt is csak tévében látott, ilyet megmertem tenni, hogy az első 500-on nem nyomom az olimpián, mert most jól megy. Ez visszagondolva egy elég bátor tett volt. De kellett is hozzá, hogy a második 500-ünk viszont jobb legyen. Mindent ki tudtunk magunkból adni, amit csak tudtunk. Annyira, hogy én az utolsó 3-5 méteren, nekem így elsötétült a kép az egyik húzás végén, és mire előrevittem a lapátot, akkor megint már láttam valamit. Nem tudom, mit kifogta a kezemet, hogy a hajóban maradjak, de hogyha a Koló ott volt, akkor az biztos ő volt. Mert ebben teljesen biztos vagyok, hogy ott 3-on voltunk. Fantasztikus eredmény volt, hát ez voltam már előtte egy pár VB-n, EB-n, előtte már mindent megnyertem, mint edző, de hát így még soha életemben nem erőltem. Az önmagában egy szakmai csoda, hogy harmadikak tudtunk lenni Tamással, de ennél több, hogy azt tudom erre mondani, hogy szakmai csoda. Ez az út, ahogy odáig elértünk, és ahogy megcsináltuk, és amit kaptunk ott az élettől, és aztán utána, ahogy tudtuk építeni, ez szerintem ez egy nagy csoda. Úgy gondolom, hogy Gyuri nem igazán annak örülne, hogyha magáról, a halálról és az elmúlásról papolnánk és nyafognánk folyamatosan. Most már jó évek óta inkább arról szól a történet, hogy akik összejönnek fáklyával, fölevezünk a csepeli csónakház előtt lévő pályán, az 1000 méter rajt fölé, összeállunk, meggyújtjuk a gyertyát, és úsztatjuk magunkat le, szerényen ugye mártogatjuk a lapátot, hogy mégis haladjon, és hogy ne legyen néma és nyomasztó az a csend, mert az se jó. Így aztán egy ilyen kis kenus misét tartunk,
elkezdjük a kendus nótákat énekelni, azt is nagyon szerette a kóló, mondjuk egyet csatott végig, de azért úgy egy-két strófát mindig megjegyzett, és akkor azt beénekelt, tehát ugye ebben a Wikman Tamás az egyik legnagyobb. Ha a kezünkben a lapát, akkor segíts Szent Jupát, erősíts meg a karunk, mert mi most győzni akarunk. Dicsőség övezzen fenn, amíg versenyzünk itt len, toljad meg Canoe-nk farát, segíts nekünk Szent Jupát. Büszke vagyok, hogy azokat a feladatokat, amiket tulajdonképpen az alapítvány vállalt, hogy a kóló emlékének az ápolása, őrzése, az ő értékeinek, emberi értékeinek a továbbadása és méltó megőrzése úgy néz ki, hogy működik, hiszen már több mint 10 kiállítást szerveztünk az ország minden részében. És nagyon sikeresek voltak, és nagyon népszerűek voltak. Rengeteg fiatal gyerek látta, amit nem gondoltam volna. A sukurói versenyen van ugye a Kolonics emlékverseny, ami gyermek, kölyök, serdülő bajnokság. Hát azt a tömeget, azt a rengeteg gyereket, szülőt, hozzátartozót, ami ezen a versenyen van, az egyszerűen fantasztikus. Az ifjúsági versenyeken egy olyan vándorkupát, vándorserleget tudunk adni, aminek az alap kupája ugye bent van a szövetségben, és mindig rajta van az éppen aktuálisan győztes versenyzőknek a neve, és nagyon büszkék a gyerekek erre. Váratlanul ért ott, hogy azt megkaptam, azt a Kolonics György díjat, akkor még nem tulajdonítottam neki semmi jelentőséget, úgy igazából, mert akkor még nem fogtam fel ennek az értékét. És sajnos csak pár évvel később jött el, amikor vennem kellett egy 180 fokos fordulatot mindenbe, hogy a kenuzás újra jól menjen, mert 2009-ben ugye sikerült nyerni, akkor kaptam ezt a kitüntetést, aztán volt pár év, amikor igazából nem találtam magamat, mert volt jobb dolgom, úgy éreztem. Esetleg nem koncentráltam annyira az edzésekre, máshol járt az agyam, és akkor 12 után vettem egy olyan fordulatot, hogy na akkor most mindent a kenuzásnak alárendelek, és akkor fogtam fel ezt az egészet, hogy mégis mennyi mindent kell áldozni ahhoz, hogy jól menjen a hajó. Ő pont jó példa arra, hogy hogy tudott átváltozni egy év alatt, amikor majdnem már a sülyeztőbe volt, és elkezdett dolgozni, elkezdett oda koncentrálni a dolgaira, az nem biztos, hogy még pont úgy, mint a koló, de 100%-ban megváltozott, és egy év alatt olyan klasszis vált belőle, ami most egy álló csillag a kajakkenus sport életében. Télen gondoltam rá sokat úszásnál, mert az nekem nagyon nem megy, hogy ő is kibírta, gondolom ő is ugyanúgy szenvedett minden egyes télen futásnál, úszásnál, de annyi éven keresztül meg tudta csinálni, akkor legalább egy éven keresztül is meg fogunk tudni csinálni. És akkor mindig így edzésről edzésre így motiváltam magam ezzel a dologgal. Azóta is ugye Hajdú Jonatán kapta a díjat, Kaut Kristóf. Ezek tényleg olyan tehetségek, akik mondjuk Canoe mozgásban, ha nem is még fejben, de már hasonlítható hozzá. Amikor a gyerekek bekerülnek az iskolába, minden pici alsós osztályban, ott van az ő fényképe, amikor írni tanulnak, kis és nagy betűk egyszerre mennek, akkor ezt ők a nevük után szinte először tanulják meg leírni, hogy Kolonics György általános iskola, és mindenki tudja, hogy ő kicsoda. 1976-ban indult testnevelés tagozatos iskolaként, úgyhogy büszkén mondhatom, hogy nagyon sok sportolót tudtunk az évek során kibocsátani, de hát ugye az egyik leghíresebb tanítványunk Kolonics Gyuri volt. Gyakran hívtuk őt,
mint példakép a gyerekek életében, és hát bizony voltak nagyon szép pillanatok, megható pillanatok is, amikor a gyerekek megfoghatták az olimpiai aranyérmeket, tehát ez egy nagyon különleges pillanat volt mindig. Amikor a Gyuri neve került a mi címerünkre, akkor egy picit átalakítottuk a tagozatnak a követelményrendszerét. Több órában a vizes sportok felé próbáljuk inkább terelgetni a gyerekeket. A mai fiataloknak a 80%-a azt hiszi, hogy nem kell semmit csinálni, csak ebből a tehetségből, hogy megtanították őket kenúzni, majd valahogy lesz. Azt szoktam mindig példának hozni, hogy próbáljanak egy olyan embert elképzelni maguknak, mint a Gyuri, aki ennyire alázattal volt ez a sporthoz, meg mindent, amit csinált. Sok edzésem arra ment rá, hogy őt figyeltem edzés közben, nem magamra figyeltem, hogy én nyomjam az edzést, vagy csináljam, hanem néztem őt, hogy ú, de jó, elbámészkodtam az edzéseket. Mindig volt valami kis misztikum körülötte. Az annak köszönhető, hogy nem mertünk oda menni hozzá esetleg autogramot kérni, vagy kérdezni egy-két dolgot. Most már máshogy csinálom a dolgaimat, rengeteg dolgot kérdeznék tőle, hogy ő mennyit nyújtott, hogy táplálkozik, mikor fekszik le este. Nagyon sok dolgot így bepótolnék most. Jelentkeznünk kellett arra, hogy hajófogók leessünk, és mindig valahogy próbáltam helyezkedni, hogy az ő hajójukat foghassam, vagy az övét, és egyszer sikerült is, és hát arra emlékszem, hogy amikor lement a verseny, és még pont el tudtam csípni, és az egyesületi pólunkba kellett lennünk, és hát gyorsan azonnal előkerítettem egy filcet, és mondtam, hogy koló, 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 gyorsan vicci, írd alá. És mai napig megvan ez a póló, ez az aláírás, és ezt sose fogom elfelejteni, olyan érdekes aláírása volt, mert nem tudta az ember kiolvasni, mindig úgy tűnt, hogy illigyül. Koló példát mutat, tehát példát mutat abból, hogy Egy átlagos, vékony kisfiúból hogy tud valaki egy világnagyság lenni. Tehát egy példát mutat, és nagyon sok gyereknek, nem sportoló gyereknek szeretném, hogyha ez a példa nyilvános lenne, és látnák azt, hogy el tudnak érni egy hétköznapi fiúból, egy olimpiai bajnok tud lenni. És azt gondolom, egy olyan feladatot hagyott ránk, ami egy kis idő volt, még rájöttünk, de hamarosan, rövid időn belül megfogalmazódott ott bennünk, hogy nekünk ez a feladatunk van. Nem véletlen történt ez így, ahogy történt, és ebben ő szerintem benne volt. Részben azért, amit ő sportolóként letett, és részben a halálának a körülményei, ez teljesen egyértelmű, hogy ő a jövő generációi számára egy szimbólum lesz. Tehát most az, hogy van egy Kolonics telep, az, hogy van egy Kolonics alapítvány, az, hogy van Kolonics vándordíj, ezek szavak. Vannak olyan vándordíjak a kajakkenu sportban, az én szégyenem, nem tudom, hogy ki volt a névadója. És nekünk meg ebben van a felelősségünk, hogy ezek mögött, a nevek mögött, ami majd 20 év múlva, 30 év múlva forogni fog, mert a Kolonics telepre fog valaki lemenni, vagy a Kolonics vándordíjat fogja elnyerni, legyen mögötte tartalom. Rossz látni, hogy egyébként, hogy mennyire egy összetartó erő volt ebben a sportában. Tehát, vagy mennyire összetartó erője volt a csapatnak, amiben mi benne voltunk. Tehát hiába volt, aki már abba hagyta annó, akkor, de mégis összejártunk. És az ő halálával ez a csapat, ez széthullott. Ebben mutatkozik meg leginkább, hogy ő mennyire hiányzik. Amikor mentünk a pekingi olimpiának a fotózására. És fölhívott, mit tudom én, 4-kor volt a fotózás, és fölhívott 2-kor, hogy te Simon, te mivel jössz oda a múzeumhoz? És így néztem, hát mondom, te kóla kocsival. Jó, azt mondja, én is ezen gondolom, hogy mivel menjek, mert ott nagy a forma, mondom, jó. Aztán egy óra múlva fölhívott, te Simon, te milyen ruhába jössz, mit veszel föl, vagy mibe jössz oda? Hát mondom, figyelj, de Kóló,
Ezt nem én döntöm, hogy mit veszek fel, elő van írva, hogy mibe kell majd ott lenni. Azt mondja, az rendben van, de azt ott veszed föl, vagy abba jössz. Aztán még följött valamit, hogy tudod-e, hogy hallgatta a rádiót, és hogy ott nagy a forgalom, és akkor hogy megyek oda, milyen útvonalon megyek oda. És ez őtőle nem volt terhes, mert tudtuk, hogy ő az ezer kérdésű kolonis zsűri. Csak az a fájó ebben nagyon, hogy ezek az utolsó pillanatokban voltak, és bár lehetne még válaszolni. Kétszer álmodtam vele. Ő olyan, mint az apám. Apám is meghalt 16-17 éve. Vele is kétszer álmodtam, és ő minden nap eszembe jut, ő is, meg a kóló is. Milyen jó lett volna, hogy későbbiekben, amikor már jön. Ő is idősebb, én is, és akkor beszélgetünk a régi dolgokról, hogy vertek át edzőtáborokba engem. Hát egy ilyen mesélni a régi dolgokról, de hát sajnos ez már nem megy. A Kolo egy művész volt ebben a sportágban, és egy hatalmas ellentmondás is, mert mind a technikája és mind a versenyzési stílusa abszolút művészi volt, viszont a keze az egy munkás kéz volt. És ez az óriási ellentmondás jellemzi őt szerintem a legjobban. Ő hajlandó volt a saját művészetéhez a munkát is hozzátenni.